Sziasztok, Németh Gábor vagyok, és ma megtanítom nektek, hogy hogy lehet egy közönséges, befűttes gumival megtalálni a néző kiválasztott lapját egy csomagkártyában. Tartsatok velem ma is! Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a Superfly-nak, a Kárpát építőnek és a Saxo London csapatának, hogy segítenek nekem abba, hogy alkalomra vadonatúj részekkel kedveskedjek nektek. Még mielőtt belevágnánk a trükktanulás részébe, elmondanám nektek, hogy megtartottuk Habók János barátommal TikTokon Magyarország első bűvész duó live-ját, ami egyébként egy tök érdekes koncepció volt. Rengeteg technikai nehézségen kellett túllendülnünk ahhoz, hogy meg tudjuk csinálni ezt, és ha minden jól megy, akkor ezt rendszeresen fogjuk majd a TikTok platformján csinálni. Úgyhogy ne felejtsetek el feliratkozni ott is, belinkeltem nektek a videó leírásába Jani, meg az én TikTok accountomat is. Van még egy izgalmas projekt, ami éppen most fut, ez nem más, mint az ízvarázsló, amit a D-Life YouTube csatornáján tudtok megnézni, ugyanis megkerestek engem, hogy szeretnének egy ilyen bűvészes főzőműsort csinálni, én meg erre az ajánlat, hogy nem mondhattam nemet, úgyhogy iratkozzatok fel mindenképpen a D-Life-nak a YouTube csatornájára, és nézzétek végig az összes részt, ugyanis rengeteg híres emberrel főzünk együtt, és még néhány bűvész trükköt is láthattok. Na de ne vesztegessük tovább az időt, vágjunk bele, lássuk a mai trükköt! Egy csomagkártya minden lapja más és más. A néző, miközben lejtem a csomagot, bárhol azt mondja, hogy stopp! Megjegyzi ezt a kártyalapot. Ha szeretné, igazából alá is írhatja. Ezek után semmi más nem kell csinálnia, csak figyelnie és ámulnia. Ugyanis elővesz a bűvész egy darab gumikarikát, majd ráhúzza a csomagra, úgy, hogy nagyjából a feléig elmenjen. Megfogja a bűvész biztos, ami biztos alapon, és elemeli. Ha ezzel is készen van, akkor már lehetetlenség megtalálni a néző lapját. Vagy mégsem. Elég egy csettintés, és hopp, egy kártyalap megjelent, ami nem más, mint a kördelma, ami a néző választott kártyalapja. Ez a trükk szerintem irzatlanul látványos, és ami a jó benne, hogy impromptu, tehát bárhol, bármilyen körülmények között meg tudod csinálni, nem kell hozzá más, mint egy csomag sima francia kártya, meg igazából egy befőttes gumi. Nézzük! Hogy is van a megoldása? Ehhez a trükkhöz valójában tényleg csak egy csomagkártyára van szükségünk, és egy befőttes gumikarikára. Ami fontos, hogy ne legyen túl szűk a befőttes gumi, mert akkor nem fogod tudni majd így elemelni, de ne legyen túl bőse, mert akkor meg nem fog tartani. Szóval, hogy is van a trükk? A trükk igazából nagyon egyszerű, véletlenszerűen kiválaszt a néző egy kártyalapot, teljesen mindegy, hogy melyiket. Az a lényeg, hogy legalúra kell kontrollálni a kiválasztott kártyalapot. Én azt használtam, hogy amikor kiválasztotta a néző, akkor utána a kis ujjammal kicsit elhúztam, majd az egészet felhúztam a kis ujjammal és a gyűrűs ujjammal, és ezáltal így megbillent a kártyalap. Ezt raktam be így alulra. Tudom, még egyszer, azt mondta a néző bárhol, hogy stop, majd utána ezt a mozdulatot megcsináltam, és így a kártyalap már is ebbe a pózban van. Miután itt van, nagyon egyszerűen csak be kell rakni ezt ide alulra, a többit pedig rárakni. Azért szeretem ezt, hogyha nagyjából felülről néznek, és meg tud mutatni a kártyát, akkor ez teljesen úgy néz ki, hogy nem történne semmi, hanem egyszerűen csak visszarakod a kártyákat ugyanúgy, ahogy voltak. Vigyáznod kell vele egyébként, hogy a másik kezedben, tehát a bal kezedben az ujjaid ne legyenek útba, mert hogyha itt vannak az ujjaid, akkor nem tudod visszarakni így alulra, és ez elég ilyen fura dolog lenne. Úgyhogy épp azért egy kicsit meg kell emelned a csomagot, visszarakod, majd utána elengeded ezzel az ujjaddal, hogy becsúszson alá. Tehát mutatom még egyszer, azt mondja a néző bárhol, hogy stop, megmutatod, kinyitod, fentről hátra húzod addig itt az ujjadat, elemeled a kártyát, elkezded becsúsztatni, elengeded az ujjaddal, hogy csúszson be, és szépen miközben csúszik be, rárakod a maradékot. Nyilván ez nem egy egyszerű mozdulat, gyakorolni kell. Minél többet csinálod, igazából annál profibb vagy élőben, pedig sokkal könnyebb ezt az egészet megcsinálni. Ha elengeded a másik ujjaddal is, akkor még nagyobb hely lesz, és még sokkal biztonságosabban tudod majd megcsinálni. Na, rájöttünk már akkor, hogy a kiválasztott kártyap lent van a csomag alján. Természetesen, hogyha nem akarjátok ezt a kontrollt használni, akkor jó a double undercut is, tehát, hogy mit tudom én, itt van a kártya, 6-os, megfogod, tartasz egy bréket, rárakod az összes többi kártyát, majd az alatta lévő lapokat megfogod egy bréknél a másik kezeddel, így, az alatta lévő lapokat egyszer és kétszer felhúzod a csomag tetejére, ezáltal is a legalsó lap lesz. De számtalan ilyen kontroll van, számtalan ilyen módszer van, hogy hogy tudod a legalsó helyre pozícionálni a kiválasztott kártyalapot. A lényeg, hogy ott legyen. Ha már ott van,
Utána kell egy breaket csinálnod, egy pinky count-tal egyetlen egy lapot kell leszámolnod, vagy ha nem tudsz pinky count-ot, akkor buckle count-tal, az lényeg, hogy legyen itt egy rés a legbelső kártyalap és a csomag között. Utána a gumit a jobb kezednek az ujjainak a végére kell raknod, mert akkor tudod azt csinálni, hogy berakod ide így. Tehát rárakod az egész csomagra, egyetlen egy lapot kihagyva, ami nem más, mint a nézőnek a választott kártyalapja, de természetesen ezt ő nem tudja. Azért, hogy az illúzió tökéletes legyen, ezért utána elemeled még a csomagot, és miközben elemeled, a bal kezednek a mutató ujjával nyomod erősen a kártyát, és rá fogod rakni a csomag tetejére. Ezáltal az történik, hogy itt a gumi közre fogja fogni a kártyát. És ha jó gumit választottál, akkor ha egy picit elengeded, akkor ez ki fogja lőni így a kártyalapot a csomagból, mert hogy, mivel itt van egy ilyen feszültség, ezért amikor elengeded a hüvelyk, a mutató is, a középsúlyaddal csökkentesz a nyomáson, tehát nem nyomod egybe a két kártyacsomagot, akkor ki fogja lőni automatikusan a kártyát. Szóval, menjünk rajta végig még egyszer. Tehát, nagyon fontos, hogy a gumi, nagyon fontos, hogy kiveszed kártyalapot, megfogod, és alulra kontrollálod. Lehetőség szerint próbáljuk meg egy mozdulattal. Ha nézőknek bűvészkedünk élőben, akkor ez sokkal egyszerűbb lesz. Mert figyelmelteléssel jóval több mozdulatot el lehet is másolni, mint kamerának. Utána rárakod a gumit, megmutatod, hogy itt rajta van, jön az emelés, közben fogod alulról, hogy nem mozduljon el, ráhelyezed, megigazgatod, és egyébként itt még, ha így lehúzod, tehát ha kicsit megdomborítod a csomagot, akkor meg is tudod mutatni, hogy körbe van gumizva. Nyilván nem mutatod meg neki, hogy nézd, körbe van gumizva, mert akkor észre fogja venni, hogy ott van egy kis rés, hanem csak így megmutatod, hogy nézd, teljesen minden oldalt átfogta a gumi. Majd utána átveszed, elengeded, és kijön majd a kártyalap szépen, gyorsan. Jó, bevallom, láthattátok, hogy amikor rá kell rakni a gumit, és el kell emelni, hogy szépen bemenjen ide a kártya, akkor ez nem mindig annyira egyszerű, meg néha így kijön a kártyalap. Erre vigyázni kell, mert ha ezt az ábrát eléritek, akkor onnantól kezdve nem lesz annyira hatásra trükk. Úgyhogy valahogy annyit kell gyakorolnatok valójában, hogy amikor megcsináljátok ezt, erősen oda nyomjátok itt a kártyát, hogy ne tudjon kilőni, majd utána szorosan tartjátok a csomagot. Így kvázi nem látszik, hogy beemeltétek a csomag közepére azt az egyetlen egy kártyalapot, amelyik nincs benne a gumiban. Utána viszont, amikor elengeditek, akkor automatikusan ki fogja lőni, és el tudjátok kapni a kiválasztott kártyalapot. Most jön az a rész a videónak, ami már-már sematikussá vált, ugyanis most is el kell mondanom, hogy ezt a trükköt is gyakorolni kell. Szóval gyakorolj! Minél többet gyakorolsz, annál jobb leszel, de nem mindig csak azt az egy trükköt gyakorold, amelyiket éppen most megtanultad, hanem nyilván vedd elő a régebbieket, ismételd át azokat is, mert így tudod elérni igazából azt, hogy a bűvésztudásod mindig a lehető legmagasabb szinten legyen, és napra készen legyél azzal, hogy bármikor be tud mutatni akár egy rég tanult trükködet is. Szóval, ha tetszett neked ez a rész, akkor ne felejtkezz el feliratkozni a csatornámra, követni Facebookon és Instagramon. Ha van bármilyen kérdésed, akármelyik résszel kapcsolatban, írj a hivatalos Facebook oldalamra, vagy pedig kommentálj a komment szekcióba. Én Németh Gábor vagyok, szia! Mindemellett úgy érzem, hogy csak mindent érzek.